Hölgyeim és uraim, elnök úr, államtitkár úr, rektor urak, parlamenti képviselők, kedves barátaim, excellenciás püspök uram. És mindenekelőtt hagy köszöntsem néhány évfolyamtársamat, akivel együtt jártam itt, és megtisztelnek jelenlétükkel. Azt hiszem, megértik, hogy miért fontos számomra, hogy itt lehetek az egykori kisdiák számára, hiszen itt kezdtem el nem csak egyetemi tanulmányaimat, hanem a tudományos munkámat is, Csolnoki László intézetében, biokémián, és itt találkoztam először azzal az emberrel, aki példaképem lett, Szent Ágoltai Jánosról beszélek, akinek atyai baráti támogatása véges végig kísért életemen. Ezért ezt az előadást neki szentelem, és igazából az előadásnak valódi címe Pécstől Pécsig. Lénárt elnök úrnak külön köszönöm, hogy lehetőséget ad, hogy elmondhassam gondolataimat, nem csak Pécsről, nem csak a világról, hanem tudományos munkásságomról. Ha az ember megnézi ezt a névsort, hihetetlen, a papnak az egykori elnökei, és ha csak az utolsó kettőt nézem, akkor fantasztikus eredményeket tudnak. Kosztolányi György ma már főnököm is, hiszen az orvosi osztálynak az elnöke, és hagy ajánljam az igen tisztelt tárca figyelmébe, hogy ő nem csak világhírű tudós, hanem fantasztikus szervező. Megcsinálta azt, hogy az egészségügyi ellátás valamennyi területéről felkért szakembereket, akik egy keresztmetszetet adnak a helyzetről, a status quo-ról. És azt hiszem, ez mindennél fontosabb és nagyobb haszon lehet a tárcának, különösen az államtitkára is orvos, sőt, innen származik, sőt, az orvosi osztályon nem egyszer akadémiai jelölt is volt. Lénárt professzornak pedig csak azt tudom mondani, hogy csak így tovább. Fantasztikus, itt egymás mellett suttogtunk alelnök úrral, hogy fantasztikus a tevékenysége, a széleskörű, kitekint munkássága, és számomra különösen fontos a határon túli magyaroknak a támogatása is. Azt mondtam, hogy Szent Ágoltai Jánosnak szentelem ezt az előadást. Mesterem, főnököm, támogatom, atyai jó barátom, mert a versben is ez elhangzott, talán ő az, aki az Istenhez senki sem járt közelebb. Nem. Nem csak a Biblia magyarázatai, nem csak az anatómiai előadásai, amely hát olyan mértékben volt népszerű, hogy a jogász hallgatók itt is bejártak. Bejártak, mert egész egyszerűen olyan emberi dimenzióban tudta elmondani az emberi test csodáját, a teremtett világban az élőlényt, a legfejlettebb élőlényt, hogy mindenki úgy ment haza, hogy üzenetet vitt, amelyet tovább terjesztett. 1956 forradalmában itt voltam, az egyetem nemzetőr zászlajának felfedezett tagjaként. Azért említem ezt, mert Rozsos Pista volt szintén Szent Ágoltai Intézetben, akkor 6 éves, a zászlóhajparancsnokunk, nemrég temettük el, kaposváriak mind ott voltak, akik jelen vannak itt is. Tessék megnézni, amikor a vége fele Komló felől jött a páncélos szovjet hadosztály, akkor a zászlóaljunk egyik fele visszavonult a Szentmór kollégiumba, a másik fele fölment a mecsekbe folytatni a harcot. Tessék megnézni, itt vannak a páncélosok, itt az egyetemnek a bejárata, ahol egyébként a Csolnokinak a biokémiai intézete, két tank is szemben is körbevettek mindent, mert az igazi ellenséget azt bennünk gondolták. És igazuk volt.
Kérem tisztelettel, amiről beszélni szeretnék, és ez jogot ad arra, hogy igazából latin tanárom Simon Árkád mondta, hogy sine preteritis futura nulla. Múlt nélkül nincs jelen, és a mába élő jelen nem csak a jelenünket, a mánkat, hanem a jövőnket is determinálja. Ezért külön hála Lénárt elnök úrnak, amikor jöttem, csodálatos kiállítás van a múltunkról. És nagyon igaz, tisztelegni kell a múltnak, a múlt ikonjainak, ahogy én most tisztelgek Szent Ágota Jánosnak. Köszönöm, Laci. A igazság az, hogy Szent Ágota Jánosnak két nagy felfedezése volt. Az egyik a neuroendokrin szabályozásnak, a neuron részének a felfedezése, amelyet a három Bélával, három munkatársával, Halász Bélával, Mes Bélával és Flerkó Bélával fedezett fel. A másik pedig az, hogy bár 1905-ben Nobel-díjat adtak a neuron egység felfedezéséért, azért egészen a 30-as, 40-es évekig tartotta magát a hit, hogy egyetlen egy húzalból áll az összes hálózat az emberi agyban, és Szent Ágota János volt az, aki egy németországi kongresszuson bizonyította azáltal, hogy átmetszette, és tulajdonképpen a szinapszisnál, tehát itt megállt a roncsolás, mert itt átmetszette, és a következő neuron-neuron hálózat épp maradt. Az, hogy ez az emberi agyban hihetetlen szerepet játszik, az bizonyíték arra, hogy minden egyes neuron közel 1000 szinapszison keresztül, ez Sherrington nevezte el, ez 10-20 nanométer távolságra van, és ez a neuron hálózat, amelyben minden egyes neuron tulajdonképpen egy lassú működési processzornak tekinthető, amely algoritmus alapján működik, és én majd ki fogok térni, hogy az emberi agy nem egyezik a kompjúterrel. Egy elektromikroszkópos kép, itt vannak a vezikulák, a kémia anyag felszabadul, és újra elektromos áramot indukál, ugye nátrium belépésre, és tovább folyik, tehát elektromos, kémiai, elektromos inger, így halad tulajdonképpen. Elkerültem Oxfordba, a családomat nem engedték akkor, kikérem, az egy sajátos világ volt, itthon kellett maradniuk Tuskként, és én ott akkor a világ talán egyik legnagyobb tudósa mellé kerültem, aki mindig csak egyetlen egy munkatársal, posztdokkal dolgozott, a Balliol College-hoz tartozott, William Paytonnek hívták, Sir William Payton lett, nyugdíja után a Mrs. Thatchernek lett a tudományos főtanácsadója, ő a tudományos példaképem, és ott dolgoztam, és a következőt találtam, hogy az egyik ideghálózatból felszabaduló kémiai ingeret átvívő anyag, az egy másik neuronhálózatból egy másfajta kémiai ingeret átvívő anyagot gátol. És ez volt az első felismerése, hogy preszinaptikusan, tehát a végkészüléken lehet befolyásolni egy ingeret átvívő anyagnak a felszabadulását. Addig azt hitték, az egyik mondjuk hiperpolarizál, a mások depolarizál, és a cél sejten egymással küszködnek. Ez volt az első, hogy nem csak ez van, hanem van az, hogy eleve meggátlom a mondjuk az izgatónak a felszabadulását. Erre aztán nagyon-nagyon sok gyógyszer kifejlesztése támaszkodott, és az alapfelfedezést azt én közöltem, és ez akkor egy citation classic lett, több mint 1000 idézetet kapott az a dolgozat, és itt tulajdonképpen aztán Olaszországból nálam dolgozó PhD hallgatóval kimutattuk, hogy ez alfa 2 A receptoron. Erre fölépült például nagyon sok vérnyomás csökkentőnek a kifejlesztése. Ez emberi agyból készült, noradrenerg végkészülék, tulajdonképpen olyan, mint a rózsafüzér. Ezek a kis butonok, ezekből szabadul fel a transmitter anyag, a kémia anyag, és ami itt meglepetés az, hogy nem szinaptizál, hanem egész egyszerűen szabadon elengedi a kémia ingeret átvívő anyagot.
És így kezdődött az az elméletem, hogy nem csak hát digitális kémiai ingerlet átvitel van az emberi agyban, hanem analóg is. És ez egy egészen más típusú hát felfogást igényel, és a gyógyszerkutatásban majd fogják látni, hogy milyen jelentőséggel bír. Ebben a dolgozatban leírtuk azt, hogy a kolinergre is igaz, amely ugye Alzheimer-korban játszik fontos szerepet, a szerotonin, GABA-ergre, tehát a különböző kémiai ingert átvívő anyagokra. Na, hogyan működik ez? Van a locus terus, ugye, amely ipszilaterálisan két oldalon idegzi be az agyat és a spinal cordot, tehát a gerinc oszlopot, noradrenerg szabadít fel, és van a nucleus basalisból a kolinerg. Ez felelős a dementálódás és ennek a pusztulása az Alzheimer-korhoz, és most sorolhatnám, hogy miben és milyen szerepe van, és ami az érdekesség az, hogy tessék megnézni az akciós potenciált full, akkor a butonokból felszáll a kémia anyag, teljesen szabadon, szinapszis nélkül, és eldiffundál az egész agykéregben vagy a agykéreg alatti területre. Ha viszont bármilyen ok miatt a locus coeruleusba, a noradrenerg elkezd működni, ahol erre jelfogó van, akkor megszűnik a gátlás és meggátolja. Stresszben különösen fontos. Ami nagyon érdekes az, hogy egy ilyen stressz állapotban, pláne tartós stressz esetén, óriási mennyiségben szabadul fel az anyag, és a citokinek, és ez ami egy másik jelentős felfedezésünknek, tulajdonképpen a proinflammatóri és a antiinflammatóri citokineknek a mennyiségét az emberi szervezetben jelentősen megváltoztatják, és ez sajnos egy immunszupresszív állapotot tud létrehozni, és ha erre ránéz egy mondjuk egy nőgyógyász, abban a pillanatban a magzatnak, főleg az első trimeszterben a veszélyességét fedezi fel. Na, a matematika eszközeit próbáltuk felhasználni ahhoz, hogy modellezzük egy ilyen felszabadulást, és ebből látszik, hogyha felszabadul, akkor természetesen a három dimenzióban, és tessék megnézni, ez az extraceruláris tér. Ez az extraceruláris tér, amely az emberi agyban az egész agynak, amely mondjuk másfél liter, másfél kilogram, a 15-20%-a az extraceruláris tér. És ebbe szabadul föl ez a sok-sok kémiai anyag, és ez most már ugyan nagyon alacsony koncentrációt tud elérni, de a szinapszison kívüli területeken fejti ki a hatását, és ezért mi azt állítottuk, és ezt ma már nyugodtan mondhatom, hogy megerősítette a világ, bizonyítva, hogy összesen ez a fajta munkásságom 25 ezer idézettséget kapott, olyan magas érzékenységű jelfogókkal rendelkezik, hogy igazából azt is megmertük kockáztatni, állítani, hogy ezeken a receptorokon keresztül tulajdonképpen a perorálisan bevett gyógyszerek is ott fejtik ki a hatásokat. Tessék megnézni egy kísérletben, ahol mikrodialízisben, ebben az extraceruláris térben egy mikropipettát beletettük, ha meggátoljuk a transzmitter felszabadulását, megötszöröződik, ha még a negatív feedbacket, akkor meg 16-szorozódik, 17-szereződik a koncentráció. Tehát igazából arra kell figyelni a kezelő orvosnak, főleg ugye a modern terápia lassan tailor-made terápia lesz, tehát egyedi terápiás hát kezelést kell alkalmazni, hogy vajon milyen mellékhatásokkal kell számolnia. 1984-ben egy monográfiát írtam, és ebben a monográfiában megmertem kockáztatni, hogy ezt a címet adtam, Non-Synaptic Interaction Between Neurons, és bátor voltam, hogy azt írtam oda, hogy Pharmacological and Clinical Aspects. És íme a történet, hogy 84-ben jelent meg a monográfia és a dolgozataim, tessék megnézni, nem szinaptikusan, tehát amiről beszélek a nagy érzékenység jelfogókról, tessék megnézni, 89-ben kezdenek írni, tessék megnézni a transportereket. Sőt, a konklúzió ma már az, hogy az SSRI, tehát az antidepresszív szerek, amit ugye kapkodunk be a tablettákat, azok ezeken az általunk leírt nagy érzékenységű jelfogókon,
extraszinaptikus transzportereken keresztül fejtik ki a hatását. Tehát arról van szó, hogy nem magában a szinapszisban vannak a gyógyszerek jelentős részének a hatása, hanem valahol a nagy érzékenységű szinapszison kívüli, és nagyon gyakran silent, tehát nincs igazából működésben, de bizonyos megbeteg, stroke-nál kérem, ahol a térfogat, ez a térfogat itt, ez beszűkül. Ezáltal minden toxikus anyag, ami itt van, koncentrációja megemelkedik. Tehát ennek ez a nagyon nagy jelentősége, hogy ez az egész koncepciónak a lényege az, hogy figyelembe kell venni a támadáspontot. Nem véletlen, hogy 2010-ben leírtuk azt, hogy a gyógyszerkezelés célpontja ezek a nem szinaptikus receptorok és transzporterek, amelyet nagyon jól fogadott a világ. Angol vagy amerikai tankönyvekben ez ma már tétel. Kifejlesztettünk egy olyan kétfoton lézer scanning mikroszkópot, amelynek segítségével tulajdonképpen az előbb említett butonokból, végkészülékekben meg tudjuk mérni a kalcium koncentrációt, sőt az idő függvényében. Na most azt tessék elképzelni, hogy itt millisekundumokról van szó, és ugye a technika addig perceket tett igénybe. Egy példát szeretnék mondani, a lényege az tehát, hogy ez egy GABAerg interneuron, amely a piramis sejteknek a periszomatikus részét gátolja, és ezáltal permanensen egy ilyen hatást, mondjuk meggátlom a belépést, amely a kéregből jön, amely glutamaterg, akkor ketamin, fencil, ezeket használjuk anesteziológiában, ezeket a szereket, akkor egész egyszerűen a pipettát ide a sejtesbe bevezetve, mi tudjuk megindítani a akciós potenciál, és fölszabadul a GABA, és gátolja mondjuk az epilepsziás góc kialakulását. Miért izgalmas ez? Előre vetíti a lehetőségét, hogy ahogy a pacemakert be lehet helyezni. Mi van, ha egyszer az emberi agyba egy ilyen pacemakert, ilyen picikét behelyezünk, és az epilepsziás gyerek, ami hát sajnos ugye nem csak, hogy öröklődik, hanem nagyon gyakran fönnmarad, meg lehet majd így terápiásan gyógyítani, ahogy a szívnek a pacemaker esetén. Nagyon röviden csak ezt említem, hogy nem véletlen, hogy ezzel a technikával, tehát ahol egyetlen egy végkészülékből, amely 100 nanométer átmérőjű, tudunk mérni kalcium felszabadulást immuncitokémiával, és itt az axon, Szent Ágotai által leírt gátló mechanizmust is tudtuk hát megjeleníteni. Sőt, tessék megnézni, itt a kalcium koncentrációt ki tudjuk számítani, tehát egyetlen egy végkészülékben, egyetlen egy akciós potenciálra hogyan emelkedik hirtelen meg néhány millisekundum alatt. Ezzel a technikával közölt dolgozataink a Nature-től kezdve a PNAS-ig, vagy az analóg funkcióra a Cell-ben és a többi dolgozatban. Ami még érdekes és csináltunk, az az, hogy a citokinek mennyiségét a noradrenerg rendszer hogyan befolyásolja. Ez szintén nem szinaptikus rendszerek vannak a primér tímuszban, amely majd a következő általában bemutatom, a mellékvesekérekben ugyanígy, és kérem szépen, lehet látni, és ez nagyon, minden immunsejt kap egy nem szinaptikus noradrenerg beidegzést. Tehát az immunsejtek a központi idegrendszerből kap egy ilyen beidegzést. Tehát a stresszben, az állandó stresszben döntően befolyásolódik beta-2, ezt is mi mutattuk ki, beta-2 receptoron keresztül a citokinek termelése. Hol van ennek szerepe? Eszterenciás püspök úr beszélt a hitről. Kérem, amikor a beteg meg akar gyógyulni, akkor a központi idegrendszer felől ad impulzusokat. És ezt a gyulladást elősegítő és gyulladásgátló citokin szintet a vérben befolyásolni tudja ön akarattal. Tehát, és hagyd ne mondjam, mindenki tudja, az interleukin 10 az a citokin a szervezetünkben, amelynek a túlsúlya egy immunszupresszív állapotot hoz létre. Tehát hihetetlen érzékeny lesz a fertőzésre. Hiába van betéve a külön zárt térbe, akkor is néhány száz
baktérium is elegendő, mert nincs ellenálló képessége. És ez a koncepció az, amely igazából hallatlanul fontos ilyen szempontból. És tessék megnézni, ez az, amit ez a bulgár fiúval, aki Bulgáriából jött, nálam csinálta a PhD-t, aztán az NIH-be ment el. Tessék megnézni, hogy a központi idegrendszerek milyen hihetetlen hatása van, gátolja a cellulális immunitás létrejöttét, illetőleg a humorálisat javítja. Tehát egész egyszerűen a központi idegrend agyunk részéről befolyásolni tudjuk, hogy mi történik a szervezetünkben, hogyan reagál akár egy baktériális fertőzéssel szemben, akár a környezetünkben megjelenő kognitív ingerre, stresszre, a főnök kiabálására, vagy a politikai szituáció megváltozására. Tehát egész egyszerűen van egy olyan szabályozó rendszer, amely, és ez miért jutottam el ide? A nem szinaptikus. Tehát igenis van a klasszikus, szinaptikus, digitális rendszer mellett egy analóg rendszer az emberi agy működésében, amely most már tartós hatást fejt ki. Kérem a fejfájást. Nem lehet megmagyarázni digitális, de meg lehet magyarázni analóg rendszerrel. Olyan citokin szabadul föl, amely tartósan ott van aránylag magas szinten, az extracellulás térben, és fejfájást. Ezt azért mondom ezt az egyszerű példát. És itt van, amit ugye az előbb említettem, a stresszből, agykérjen keresztül kognitív. Tehát valaki üvölt velem. A locus coeruleusban óriási mennyiségben noradrenalin szabadul föl, és ez megváltoztatja az egész hozzáállásomat a világhoz. Akár fertőzés, vírusfertőzés, baktériás, vagy akár kognitív ingerekkel szemben. És ez azt jelenti, hogy hihetetlenül fontos szerepe van tehát a külvilágnak, a belvilágunk szempontjából. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem igaz az a hamis tétel, hogy a komputer egyezik az emberi agy működésével, itt fölhozzák azt, hogy a sakk automata, kérem szépen, már a komputer megverte Kasparovot. Igen, megverte. Miért? Mert a komputer nem téved. Az ember az a tulajdonsága, hogy téved. Ádám és Éva óta tudjuk, hogy tévedhetünk. Ilyenek vagyunk mi emberek. Kosztolányival éve egyedi lények. De hagyd mondjam meg, idefele jövet, és ez dicséri Pécs városát, Baranya megyét, Tolna Baranyát, ha úgy tetszik, mindenkit egybevéve, a régiót, ugye itt ma többször elhangzott, hogy az autó jött erre, Szent Ágotai János sétány. Miért fontos ez nekem? Mert tiszteletet adunk a múltunknak. Tiszteletet adunk annak a személynek, amelynek ez az egyetem, ez a város, személy szerint én is köszönhetem. Ez az ő festménye. Tessék csak megnézni, két templom is van. Mit mondtam az elején? Az Istenhez nagyon közel áll. És ami a legnagyobb fontosságú volt az ő, hogy mondjam, tanításában, hogy ami minket illetett, hogy ő azt mondta, hogy a 10 parancsolat és a hegyi beszéd az, amely Európa kultúráját és Észak-Amerika kultúráját döntően befolyásolta 2000 évig. Valamikor a mítoszt legyőzte a logosz. Akvinói Szent Tamás empiria nézete győzedelmeskedett. Ma jött a megértés igénye. Végül a 20. század embere, a 20. század második felének embere már úgy gondolja, hogy nem csak szereplője a színpadnak, hanem rendezője. Igen, miket tud csinálni? Ember a világűrben, holdon járunk, lombik-bégbit tudunk létrehozni, a humán genomot megoldjuk, megoldottuk. A világháló, information technology, az ember reprodukciója. Tulajdonképpen megold. Boldogság megvásárlása, kábítószerrel. Digitalizáció, profit maximalizálás, környezetszennyezés, klímaváltozás. És íme a tudomány eredménye exponenciális, a technika exponenciális növekedett, az erkölcs. Azóta, 2000 év óta, Krisztus születése óta, én nagyon jó indulatú voltam, hogy lineárisan nem. Nem igaz, kérem. Nem igaz.
Sajnos az emberiségnek volt Hitlerje, Sztálinja, most van terrorizmus. És igazából az, ami hihetetlen fontos mindenki számára, hogy megszületett 2000 évvel ezelőtt a szeretet, az egyénben, a kis közösségben, a családban, annél nagyobb közösségben, a pubban, a városban, a régióban, az országban, a nemzetben. Ha úgy tetszik, a világban. És ez a megszületett szeretet sajnos korunk sajátossága, hogy ez a, tessék megnézni ezt az ollót, szétnyílt. Tehát az erkölcs nem tudott lépést tartani, amit a tudomány és a technika. Ezért borzalmas fontos, ami ma is elhangzott, az erkölcs, az etika. Quo vadis homo sapiens, mi lesz velünk? És kérem, a Weltamtsonntag, ez Németország hétvégén 2,5 milliós példányszámú lapja. Ebben én írtam egy vitaindító cikket, wie viel Gewissen braucht die Wissenschaft. Nagyon sok válasz érkezett, nagy-nagy cikkek, és kérem szépen, két főpappal, Erdő Péter bíborossal és Schweizer József főrabbival írtunk egy könyvet, ami megjelent magyarul is, és megjelent németül, amely a frankfurti könyvvásáron hatalmas sikert aratott, Die Spreche zu Grundfragen des menschlichen Daseins, és most jelenik meg Amerikában. Itt tulajdonképpen az Ószövetség és az Új Szövetség hívője, a modern szövetség, a tudomány képviselőivel beszélget, és arra következtetéssel jutunk, hogy a 21. század legnagyobb problémája az erkölcs lesz. Quo vadis, magyar nem lesz. Mi lesz veled, magyar nemzet? Nem tudom, de hiszem azt, hogy addig, ameddig sétányt nevezünk el Szent Ágotairól, amíg Keszthelyen Vasarikolosról szobrot emelünk, addig ez az ország nincs bajban. Köszönöm.